Király Gáborral beszélgetünk a Ferencvárosi Tornaklub szombatai haladás mérkőzés után itt a Grupama Arénában. Gábor, milyen érzésekkel léptél pályára mai napon? Én azt gondolom, hogy Magyarország legjobb csapat ellen léptünk pályára. Idegen környezetben, tehát Budapesten, amivel ugye a mérkőzés kimenetel az egyértelmű, hogy papírforma volt. Mi ugye saját magunkra próbálunk figyelni, és második fél időben már nagyon jó, biztató játékot produkált a csapat. Nem estünk szét, hogy az első fél időben vezetett a Ferencváros 2-0-ra. Megérdemelten, hiszen nagy nyomást helyeztek a csapatunkra, de aztán a második fél időben mi is azért kidolgoztunk jó néhány helyzetet, gólt is rúgtunk, úgyhogy ezen az úton kell nekünk is tovább menni. Mennyire érzed a három találat közül, mennyire érzed, hogy benne voltál a gólban, vagy nem tettél a gólról? Hogy érzed a három gólról? Mi a véleményed, amit kaptál? Most ez nagyon nagy sláger. A kapus, amikor gólt kap, az egyértelműen, hogy valamit tehet, bármilyen gólról is legyen szó. Tehát ezt meg ugye a szakmával kielemezzük. Elmúlt napokban sajnos kiderült ugye, hogy Törökország jut ki legjobb csoport harmadikként. Marad a pótselejtező, ugye megvannak már az lehetséges ellenfél jelöltek, ugye Dánia, Szlovénia, illetve Írország. Melyiket kapjuk, Gábor, hogy jó legyen? Én azt gondolom, ez a sorsoláson majd el fog dőlni, nekünk saját magunkra kell figyelni. Itt 8 csapat tovább akar jutni, ugye csak 4 juthat tovább. Nekünk mindenkinek felelősséget kell vállalni, és bátran kell belemenni ebbe a két mérkőzésbe. Ugye az volt a célunk, hogy harmadik helyként legyen lehetőségünk még tovább is kijutni a csoporton túl, a csoportmérkőzéseken túl kijutni Franciaországba. Ez megvan, de ezt nem szabad kiengedni a kezünkből. Utolsó kérdésként, még ugye rengetegen kísértek el titeket Szombathelyről, körülbelül számítások szerint olyan körülbelül 200-300-an. Mit várhatnak tőletek a szurkolók Szombathelyen ebben az évben? Én ugye a szezon elején azt nyilatkoztam, hogy én akkor lennék elégedett, ha egy számjegyű tabellahelyezéssel fejeznénk be a bajnokságot. Én azt gondolom, hogy jól teljesítettünk az első 11 mérkőzésen. Nagyon nehéz ellenfeleink voltak az elején, hiszen ugye a Fradi után a Videóton, az MTK és a Debrecen jön sorba, tehát a 4 legerősebb csapat. De hát mindegyik csapattal kell játszani, és a magyar bajnokságban én azt gondolom, hogy a Ferencváros azért kimagaslik, de az utána való 11 csapat közül nehéz lenne a sorrendet most eldönteni. Köszönjük szépen, Gábor, sok sikert! Köszönöm. Szia!